Szép jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm az Agrárinfo nézőit, a tej, élet, erő, egészség. Ennek ellenére az ágazatot számtalan probléma gyötri az elmúlt időszakban. Erről fogunk beszélgetni Mékuti Tiborral kettős minőségében, az Alföldi Tej Kft. Ügyvezető igazgatójaként, illetve a Tejtermék Tanács elnökeként szólalt meg. Tisztelettel köszöntöm Mékuti Tibort kettős minőségében, egyik oldalról az Alföldi Tej Kft. Ügyvezetőjeként, illetve a Tejtermék Tanács társelnökeként is. Azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy beszéljünk ismét arról, hogy a nyersztej felvásárlási ára stagnál. Ezt mondom én ezt arra, hogy ugye 90-92 forint körül van, eurócentben számolva, és ez nagyon-nagyon kevés, hiszen ha körülnézünk a piacon, tőlünk nyugatabbra, akkor sokkal magasabb a nyersztej felvásárlási ára, ami azt jelenti, hogy a gazdák, amikor itt eladják a tejet, akkor megfosztják a lehetőséget önmaguktól is arról, hogy egy jó piaci pozícióba kerülhessenek. Mi a teendő? Kezdjük azzal. Melyek az alapvetések, hiszen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ezen a héten megfogalmazta, hogy mit szeretnének megtenni, de nyilván ehhez kell valamennyi piaci szereplő hozzájárulása, segítsége. Igen, tehát Magyarország vonatkozásában én azt gondolom, hogy most már a 30 centet túléptük, de még mindig messze vagyunk az Európai Uniós átlagtól. Az Európai Uniós átlag nyersztej felvásárlási ár 33,8 cent, ami azt jelenti, hogy kb. Egy ilyen 103-104 forint per kilogram. Ehhez képest Magyarországon most július hónapban a átlagár egy kilogramra vetítve 91 forint 80 fillér volt, tehát nagyjából egy ilyen 12 forinttal vagyunk lemaradva az Európai Uniós átlagtól. Ez az egyik. A másik a spottár, amellyel ugye ilyenkor a termelők jönnek, teljesen jogosan, ugyanis jelen pillanatban a spot kapcsán leginkább a nyerstejet akarják kivinni Magyarországról, ugyanis a legnagyobb probléma Európában, hogy nincs zsír. Tehát a vajnak a fogyasztása, a rehabilitációja megtörtént ezelőtt 3 évvel, jelen pillanatban sem intervenciós raktárban, sem magánraktárokban nincs egyetlen egy kiló vaj sem, zsír sem. 6-8%-kal kevesebb a zsírtermelés egész Európában, és a kínaiak is az elmúlt 2 évben 4-szeresére emelték a vaj importjukat. Tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy óriási árak vannak, tehát a 40%-os tejszín most jelen pillanatban 3,15 euró per kilogramm. Arányosítsunk, hogy mennyi volt ezt ez korábban? Arányosítanánk, 2016 hasonló időszakában 1,4-1,6 euró volt, és általában az utolsó 4 hónapban, szeptembertől szokott emelkedni a 40%-os tejszínnek az ára. Én megnéztem az elmúlt 5 évet, az elmúlt 5 évben a legmagasabb tejszínár 2,4 euró volt per kilogramm. Most 3,15. Kérem, mondja el az összefüggéseket. Kezdjük talán a vajjal, hiszen említettük, hiszen a vajára rohamosan nő. Az, hogy rehabilitálták, ahogy ön fogalmazott, ugye a margarin megint elfogadható, hogy a vaj nem egészségtelen, de nyilván nem szakszóval mondom. Ez így van, tehát egész Európában kizárólagosan csak vajat fogyasztanak. Magyarországon még ettől messze vagyunk az Európai Uniós átlaghoz képest, egy ilyen 1/6-1/8 kevesebb vajat fogyasztunk. Ezzel főznek, ezzel készítik az élelmiszeripari termékeket Európában. Óriási hiány lesz, ezt a FAO szervezet is lekommunikálta 1 hónappal ezelőtt. És ugye a Nemzetgazdasági Kamara múlt hét szerdán hívta össze a tejtermelők képviselőit, a feldolgozók képviselőit, illetve a kiskereskedelmi láncok képviselőjét, ennek a megbeszélésnek a célja az volt, hogy a Magyarországon előállított jó minőségű nyerstejet itthon dolgozzuk fel, és ne spot piacra vigyék ki. A spot piac az általában úgy szokott történni, hogy júliustól november végéig szállítják, normális magas áron, hogy így mondjam. Ehhez képest most Magyarországon, ha a spot piaci árakhoz hasonlítom az árainkat, akkor körülbelül olyan 22-24 forinttal vagyunk alacsonyabban. Még egy fontos kérdés, miért csökken a tejzsír, a zsír?
A tejzsír elsődlegesen a meleg miatt, a klimatikus viszonyok miatt csökken, másodlagosan pedig amiatt, hogy a takarmányzási rendszerünk az nem megfelelő. Hollandiában a standard zsírtartalom 4,4%, Finnországban 4,3%, az alföldi tej néhány tulajdonos a tejtermelőjével voltunk kint másfél-két hónappal ezelőtt a Válió szövetkezetnél Hollandiába, és ott is néztünk tejtermelőtelepeket, és ott is egyébként a koncentráció működik, tehát már a 40-50 tejnes gazdaságokat nem támogatják a bankok sem, tehát nem finanszírozzák őket, ott is egyre koncentráltabb a tejtermelés, és ott 4,3% a standard zsírtartalom. Magyarországon 3,6%. Tehát ami már az alsó határ, ugye? Így van, jelentősen le vagyunk maradva a nyugat-európai államoktól. Nyilván ezt úgy tudják megoldani a termelők, mert nekünk is célunk lenne, hogy magasabb zsírtartalom, magasabb fehérjetartalom, tehát beltartalom legyen a tejben. Ezt úgy lehet megoldani, hogyha a takarmányzási rendszert megváltoztatják a termelők, ez viszont csak akkor van lehetőségük, hogyha magasabb tejárat kapnak. Tehát ez egy hibás kör. Így van. Így van. Sajnos Magyarországon az elmúlt 30 évben ez nem volt egy cél, sem a feldolgozóipar, sem a termelők részéről. Végül is csak a folyadék számított, nem pedig az, hogy mekkora a beltartalma a tejnek. Hogy ez a zuhanó érték megálljon, illetve nőjön megint, a 3,6-ról 4 felé induljon el, ehhez mi szükséges? Először is gondolom pénz kell a tenyésztőknek, viszont ki az, aki finanszírozza ezt? Van-e, látnak-e olyan megoldást, hogy jól járjon egyrészt a gazda, ne adósodjon el értelemszerűen, másrészt pedig nyilván a vállalkozói kedv is maradjon meg? Ez így van, én azt gondolom, hogy ezt finanszírozni a feldolgozóiparnak kell, tehát neki kell megfizetni a nyers tejárat a tejtermelők felé. A másik oldalon pedig, aki ezt tovább tudja finanszírozni, azok a kiskereskedelmi láncok, mert ugye a tejfeldolgozóipar a termékeket a kiskereskedelmi láncoknak értékesíti, és ezért kell átadói árakat emelni. Ez az átadói ár emelés, ez most július végén, augusztus 1-től megtörtént, és most szeptembertől egy újabb átadói ár emelésnek kell megtörténnie ahhoz, hogy legalább a 100-103 forintos per kilogrammonkénti nyerstej felvásárlási árat meg tudjuk valósítani. Ez nagyon-nagyon kell. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 3 évben, amikor egy nagyon negatív piac volt, Nyugat-Európában nagyon sok gazda abba hagyta a tejtermelést, nagyon sokan csökkentették a tehénállományukat. Hál' Istennek ez Magyarországon nem történt meg. Az elmúlt 2 évben a kormány, én azt gondolom, hogy nagyon komoly támogatást biztosított a tejtermelők számára. Ez mentette meg a hazai tejágazatot, és ami nagyon lényeges, hogy a tejipar is most már magyar kézben van, és a tejiparnak a hosszú távú fejlesztési stratégiáját a kormány is támogatja. Ha most csak magunkról beszélek, az alföldi tejről, mi is Debrecen megvásároltuk a debreceni feldolgozóüzemet, és egy 12 milliárdos beruházást teszünk meg, amelynek a lényege, hogy sajtot fogunk gyártani, és a sajt melléktermékét, a savót fel fogjuk dolgozni egy porítóba. Na most ehhez egyedi kormány döntéses támogatást kaptunk, 40%-os támogatási intenzitással. Én úgy gondolom, hogy a kormány egy hosszú távú stratégiát elhatározott a tejágazat kapcsán, és amit nagyon fontosnak tartok én, hogy nem hiszem, hogy a tejágazatot is hasonlóképpen kellene kezelni, mint a cukorágazatot, hogy azt mondtuk, hogy sok a 12 cukorgyár Magyarországon, ma már csak egy van. Ez az egy cukorgyár körülbelül a hazai fogyasztóknak a 20%-át tudja kielégíteni. Minden importból jön be, és semmilyen ráhatásunk nincs a cukorára. Az Európai Unióban a cukorár csökken, Magyarországon pedig nő. Nos, tehát ha összefoglaljuk, akkor azt látjuk, hogy a kormány, a kamara, tehát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a terméktanács, a piac szereplői, a termelők, a feldolgozóipar és legfőképpen a kiskereskedelmi láncok is afelé indultak el, hogy egy megállapodás alapján, ugye mindenkinek nem lehet jó, abban azt hiszem, hogy
egyezhetünk, viszont a legkisebb kárt okozzuk, hiszen az alap mindenképpen, hogy a termelők ne hagyják abba a termelést. Ez így van. Ez így van. Annak megmondom őszintén, hogy én semmi értelmét nem látom, hogy egyik oldalon próbáljuk fejleszteni a tejfeldolgozóipart, a másik oldalon pedig az alapanyag megszűnik. Akkor nincs értelme a hosszú távú stratégiának. A másik, amit még szeretnék elmondani, Finnországgal kapcsolatban, amikor kint voltunk, Finnországban az egyfőre eső éves tejfogyasztás 460 liter per fő. Magyarországon ez körülbelül 150 liter per fő per év. Tehát óriási lehetőség van abban, hogy fejlődjünk. A tejtermékek a legegészségesebb termékek, tehát azt gondolom, hogy a fogyasztóknak is előtérbe kellene helyezni a Magyarországon előállított tejtermékeket, és nem pedig mindig csak az árat kellene nézni. A tejszív kampány erre való? Ez így van, ezt tesszük, és hát én megmondom őszintén, hogy most a tojással kapcsolatban, amikor kiderült, hogy mekkora botrány van, hogy milyen rovarirtószerrel fertőtlenítették a tojásokat Hollandiába, Németországba és 20 országba került be, és most is azt mondta a névik is, hogy a magyar tojást kell fogyasztani. Hát én kimerem mondani, hogy a magyar tejtermékeket kell fogyasztani a fogyasztóknak. Sokszínű a Fejér megyei mezőgazdaság. Erről meggyőződhetünk, ha megnézzük a következő filmet, amely a vadászatról, az erdő és a vadgazdálkodásról szól. Ezekben a hetekben kezdődött meg a vadak párzási időszaka, ilyenkor gyakrabban találkozhatunk velük autózás közben. Az időszak beálltával fokozott óvatosságra van szükség, ha útnak indulunk, mindezt azért, hogy elkerülhetőek legyenek a vadgázolása miatti balesetek. Nyilvánvaló, hogy vannak olyan esetek, amikor erdősült vagy fedett részről az úttestre ugró vad hirtelen ugrik ki az úttestre, és ilyenkor elkerülhetetlen. De itt is megvannak azok a szabályok, ami lényegében egy kicsi védelmet is nyújtanak azért a vezető számára, az, hogy az óvatosság, a figyelmesség, és nyilvánvaló az, hogy ne veszélyeztessük a szembe lévő forgalmat, inkább a fékezésre hívnám fel mindenkinek a figyelmét, mert amennyiben elrántja a kormányt, akkor lehet, hogy még súlyosabb baleset következik be. Ebből vannak általában súlyosabb balesetek. Amennyiben valaki vadat ütött el, akkor azt tudni kell, hogy a vadelütést követően, amennyiben személyi vagy anyagi kár következett be, vagy sérülés következett be, akkor mindenféleképpen ki kell hívni a rendőrséget. Ő helyszínen és nyilvánvalóan egy jegyzőkönyvet felvesznek, és mellette értesíteni kell a vadászterületnek a jogosultját, ezt úgy hívják nagyon sokan a vadásztársaságokat, annak a képviselőjét meg kell mindenféleképpen várni. Hát itt egy kis türelemre van szükség, mert ugye ez nem olyan egyszerű dolog, mire a rendőrség vagy netán a vadászatra jogosultnak a képviselője kiér a területre, de mindenképpen célszerű megvárni ahhoz, hogy ha netán komolyabb kár keletkezett a gépjárműben, annak az intézése sokkal egyszerűbbé fog válni, hogyha megfelelő objektív tényadatok állnak a rendelkezésre. Én gondolom azt, hogy minden embernek nincs kaszkó biztosítása, hogy közvetlenül tudná rendezni, ezért a vadgépjármű ütközésre vonatkozó jogszabályok, amit most már a PTK szabályai szabályoznak, a két veszélyes üzem találkozásán az azt jelenti, hogy mind a két fél egyformán felel a balesetért, abban az esetben, ha valamelyik félnek felróhatósága van, netán a vezető ivott, vagy a forgalmia lejárt, stb., abban az esetben nyilvánvaló, hogy egyértelmű, hogy a kártérítés nem követelheti. Abban az esetben, hogyha vadászatra jogosult olyan tevékenységet folytatott, például, hogy vadászat, vagy úttest mellett történő vadászat, szórózás, sorolhatnám tovább, vadgazdálkodási feladat, vagy vadászatot végzett, abban az esetben az ő felruhatósága az, hogy esetleg a vadat az úttestre terelte ki. De nagyon sokszor történik az, hogy a vad nyugalmát valaki megzavarja, tehát kutyával, vagy motorosok, turisták, bármi, akkor is nagyon könnyen az úttestre tévedhetnek ki. Ez jellemző volt a tavaszi időszakban, amikor nagyon sok turista járja a területeket, és a vadnak a mozgását ezzel befolyásolják a nappali tartózkodási helyről, keresztül vált az útesteken, és akkor baleset következik be. Maga a kárrendezés, én úgy érzem, hogy a polgári törvénykönyv szerinti szakaszait, ha figyelembe vesszük, azért nem olyan egyszerű, tehát sokszor bírósági szakaszba
kerülhet, amennyiben nem történik megegyezés a károsult és a vadászatra jogosult között. Ez egy hosszadalmas folyamat, itt bejönnek a szakértői vélemények, egyességkötések. Én mindenkinek azt javasolnám, hogy lehetőleg mindenki próbálja a megegyezés irányába terelni ahhoz, hogy minél előbb a kártérítést megkapja, illetve tudja rendezni a vadászatra jogosulttal. Körülbelül ennyiből állna össze a vadgépjárműtközéssel kapcsolatos néhány gondolat. Itt Székesfehérváron, illetve a vonzás körzetében melyik a legveszélyesebb szakaszok? Itt főképp a 61-es, 62-es, 63-as főútunk, illetve 81-es, ami elég nagy forgalommal bír, és az ott lévő vadállomány közül főképp az őz az, ami várhatóan az úttestre téved. A Vértes, illetve a Bakony térsége, ami Fejér megyéhez tartozik, ott pedig nyilvánvalóan a nagyvad közül a vaddisznó és a szarvas, ami esetlegesen az úttesten veszélyt okozhat, illetve ütközésnek a az egyik fontos része lehet. A másik, ami felhívnám, hogy egyszer a vadfaj, a másik pedig az időszakok. Tehát itt jellemzően a nagyvadfajok az éjszakai mozgásukra kell figyelni, tehát az éjszakai vezetésnél. A nász időszak, ami az őznél ugye augusztus eleje, szarvasnál szeptemberi hónap, és nyilván, hogy a vaddisznónak ez az őszi vonulási, illetve szintén párzási időszaka október-november, amire úgy azt mondom, hogy veszélyesebb időszakok. Sokszor van olyan, hogy környezeti hatások miatt mondjuk a vízre történő kiváltások, ugye nálunk is itt a megyében nem egy nagy vízellátottságú vadászterületek vannak, nyilvánvalóan a vad a vízre történő mozgása, például le a Gajára, ugye a 81-es környékén, csak így egy példát mondanék erre, nyilvánvaló, hogy a vízre történő váltásával keresztül kell, hogy váltson az úton. A vadak hol kisebb, hol nagyobb csapatokba verődnek, és hajnali, valamint a szürkületi órákban a legaktívabbak. Azokon a területeken, ahol fokozott lehet a vadveszély, ott táblával is jelzik, hogy még óvatosabban vezessünk. Ezeken a helyeken fokozott figyelemmel és lassabban kell haladni, hogy elkerülhető legyen a vadgázolás, illetve a hirtelen fékezés miatti ráfutásos baleset. Abban az esetben, hogyha történik személyi sérülés, akkor nyilván mindenképpen érdemes bennünket hívni. Ebben az esetben, hogy a kollégáim helyszíni szemlét végeznek, ugye nyilván, hiszen személyi sérülés és balesetnél ez előírás nálunk. Hogyha nem történik személyi sérülés, ugye akkor, hogyha bennünket értesítenek, a kollégáim egy rendőri jelentést készítenek ott a helyszínen, fénykép felvételekkel. A baleset megelőzési szakemberek rendszeresen járják a megyét, és tájékoztatást adnak arról, hogy mi a teendő veszély esetén. 15. születésnapját ünnepelte a Nóéhegyi Szent István Borlovagrend. A jeles alkalommal egyrészt megrendezték a 26. öreghegyi mulatságokat, amelynek beszámolóját már láthatták, kedves nézőink, és a következő napon, augusztus 20-án Szent István királyunk ünnepén Kárpát-medencei borlovagrendek részvételével egy nagyszabású borszakmai rendezvény zajlott a Lakeside Hotelben, illetve a belvárosban. Erről készült a következő összefoglalónk. A Földművelősügyi Minisztérium, a Borlovagrendek Országos Szövetsége, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa és 40 hazai és Kárpát-medencéből érkezett vendég részvételével rendeztek szakmai konferenciát Székesfehérváron, az idén 15. születésnapját ünneplő Nóéhegyi Szent István Borlovagrend meghívására, államalapító királyunk ünnepén. Nagyon sokan jöttek el most Szent István napján ide a Szent István Borlovagrend meghívására Szent István városába. Székesfehérváron a hagyományunk szerint már rómaiak idején volt szőlőművelés és borgazdálkodás, és nyilván a középkor folyamán ez megmaradt. Mai nap ez már kevéssé látszik, hiszen a várost körülre szőlőhegyeken kertváros van. De azt hiszem, hogy fontos, hogy fehérváriak tudják azt, hogy milyen hagyományokkal rendelkeznek, és nagyon örülök annak, hogy ebben az évben borrend bemutathatja ezt a Havrane polgármester úr által kibocsájtott szőlőhegyi rendtartást reprint kiadásban, amit a borrend adott most ki újra. A vendéglátó borrend
nagymestere Bognár Zoltán örömének adott hangot, hogy a másfél évtizedes jubileumon az ország szakemberei megtisztelték a Nóié-hegyieket és Székesfehérvárt. Nagy örömünkre a 46 magyar borrendből 40 elfogadta a megkívásunkat, és jelenlétével megtiszteli a mai konferenciát és a szakmai, illetve a közönség programot. Úgy gondolom, hogy ez önmagáért beszél, hiszen így Magyarország legnagyobb és a Kárpát-medence legnagyobb borrendi találkozóját sikerült létrehoznunk. Hosszú idő telt el, ugye 15 éves a borrend, egy koncepció alapján folyamatosan építkeztünk, és egyre bővítettük azoknak a körét, akik Fehérvárra eljönnek ilyenkor augusztus 20-án erre a borünnepre. Hátrányból indult a borrendünk annyiban, hogy nem vagyunk borvidéki borrend. Ugye egy tradicionális vagy történelmi borvidéken sokkal könnyebben adja magát a dolog. Fehérváron is azért nagy múltja van az Öreghegyen a szőlősbor termesztésnek, illetve szeretnék még arra utalni, hogy mivel Székesfehérvár királyi koronázó város és szakrális székely, ami azt jelenti, hogy a koronázások és a temetkezések is így folytak évszázadokon keresztül, nyilvánvaló, hogy a legjobb borokat ezen alkalmakkor itt fogyasztották, válogatott különlegesen jó borokat. Hát ehhez próbáltuk magunkat mérni, illetve mérszeként kitűzni, és ennek szellemében végeztük a munkánkat. A szaktárca képviseletében Szabó Balázs kiemelte, hazánk turisztikai fejlődése szempontjából kiemelten fontos az ágazat fejlődése. Mind a nemzetközi visszajelzések, mint a hazai turisztikai felmérések is azt mutatják, hogy a szőlő és a bor egyre hangsúlyosabb szerepet tölt be, úgy a gasztronómiában, mint egyébként a turizmusban. Ez természetesen a kormányzat szintén felismerte, és valóban egy nagyon jó szövetségesi viszony alakult ki mind a borrendek országos szövetségével, mint pedig a hegyközségek nemzeti tanácsával ezen a téren, amely ugye a borágazatnak a önigazgatási szerve, tehát igen komoly szerepe van az ágazat felvirágoztatásában. És itt a Királyi Napok rendezvény sorozatán talán érdemes megemlíteni azt a nem elhanyagolható tényt is, hogy az államalapítás nagy műve mellett Szent Istvánnak köszönhető a Kárpát-medencei szőlő és borkultúra újjáteremtése is és felvirágoztatása. Mi a kormányzat részéről ezt etalonnak tekintjük nyilvánvalóan, és törekszünk arra, hogy ezt a munkát, ezt az örökséget megfelelően tovább vigyük. Bisztrai György, a Szent István Egyetem professzora, az Országos Borrendek Szövetségének alelnöke, a rendezvény szakmai fővédnöke előadásában Géza fejedelem és István király a szőlő és bortermelés fontosságát, szakralitását elősegítő intézkedéseit vette górcső alá. Szent István ünnepén muszáj beszélni Gézáról, és az én előadásomban ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy abban a harapófogó helyzetben, ami a nyugat és a kelet közötti feszültségben a magyarokra akkor hárult, hogy ebben ennek a két személynek mekkora jelentősége volt, és ennek kapcsán természetesen a szőlő és a bor kultúráról. Hiszen itt Géza és István idejében egy nyugati és egy keleti típusú szőlőkultúra találkozott, bontakozott ki, és jutott olyan virágzásba, hogy ennek csodálatos eredményeit igazából már nem is az Árpádok, hanem majd később az Anjou királyok és Mátyás király idejében tudjuk jegyzetekben megtalálni, amikor is Magyarország szőlőterülete óriási, tehát 500 000 hektár körüli szőlőterületünk van, és Európának egyik vezető szőlőszeti borászati hatalma lesz. Miben rejlik a szőlő és a bor misztériuma? Szakralitását ismerjük, hiszen az eukarisztia része. Ez mindig is egy misztérium volt. A kereszténységgel természetesen ez az oltárra emelve egy magasabb szintre emelkedett, de az alkoholos italoknak a bódító hatása, amelyik egy kicsit átvezeti az embert egy olyan világba, ahol feloldódnak azok a görcsök, amik a napi élet szorításaiból adódnak. Ez egy átvezető dolog, és a magyar borszó egyesek szerint pontosan ezt fejezi ki, hiszen bortengész, a bornak a jelentése az átmenetet jelentette, a hajnalt, a hajnalnak a felkelését, vagy pedig a napnak a lenyugvását. Ez az átmenet, ez tulajdonképpen az emberi mi voltunkban is egy átmenet. A Borrendek Szövetségének szakmai alelnöke Bélecki Mihály elégedettségét fejezte ki, hogy a szőlész-borász társadalom kivívta előremutató munkájával az ágazat megbecsülését. Én úton járunk,
mert most elindult egy olyan program, amely a ország valamennyi borvidékének, valamennyi kiváló minőségű borának a marketing indítása megtörtént. Tehát a turisztikai központtal elindult a bor marketingének országos átétele, illetve a Furmint éve, mint kiemelt fajta, ez is hozzájárul. Ehhez kellett a minisztérium támogatása, a hegyközségek nemzeti tanácsának támogatása, és ehhez járult hozzá a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének munkája is. Egy ilyen találkozó mennyiben segítheti ezt a munkát? Kérdezem ezt azért, hiszen a fiatal szőlész borász nemzedék egyre inkább teret nyer. Minden rendezvény, ami a szőlőről és a borról szól, hozzájárul ahhoz, hogy az emberek minél szélesebb rétegei megismerjék, hogy milyen szőlőfajtákat termesztünk Magyarországon, milyen kiváló borok készülnek. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk, és ehhez nagyon jó a sajtó nyilvánossága, mert mi itt ország minden részéből ide sereglett borrendek, ugye egymás között megbeszéljük a szakma problémáit, beszélünk a múltunkról, beszélünk a jövőről, építjük a jövőt, de ehhez a sajtó segítsége nagyon kell, mert anélkül mi egy belső kis csapat maradunk. A konferencián átadták a Próvinok kitüntetést, amelyet ez évben Molnár Margit, a Nóéhegyi Szent István borlovagrend kincstárnoka vehetett át. Nagyon, nagyon meg vagyok illetődve, és nagyon szépen köszönöm a borrendnek is, hogy méltónak tartanak erre az országos kitüntetésre, és tényleg nagyon meghatódtam, és nagyon büszke vagyok rá, és nagyon boldog, és nagyon szépen köszönöm. A szakmai tanácskozás után a borrendek az Icsi színpadhoz vonultak, ahol ünnepélyes keretek között bemutatkoztak a székesfehérváriaknak. Tornyai Gábor öreghegyi plébános boráldását követően két új borlovagot avattak, Kocsis Balázs szobrászművész és Bence András evangélikus lelkész püspök helyettes személyében. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!